csöndben van. Lehet, hogy közel mentél hozzá. Mondd ezt el a közönségnek is. A múlt héten annyira megtetszett nekünk az esőben való túrázás, hogy úgy határoztunk, hát akkor jó van, egyetlen, most hétvégén is esőbe túrázunk. Amúgy, ahogy látjátok, nem csak mi vagyunk ilyen elvetemültek. Jobb az út, mint Izlandon voltam. Ez a sok ember mit csinál itt amúgy? Nem tudom. Mit csinálsz? A faszenek ültöm meg, hogy füstölődjön, és aztán frissen töltött kolbászt fogunk sütni. És az eső nem esik. Az eső az eső, de ránk nem. Sül a vacsoránk. Házi csak... készítésű kolbászt. Mi töltöttük? Most még csak füstölöm. Vannak szomszédaink is, na mi vagyunk itt az egyedüliek. Meg vagy elégedve a táborhelyünkkel? Ó, nagyon. Nyomázunk, van ilyen kis eleszünk. Eresz alatt van. Eresz alatt. Tűzhely, asztal, székek, sörözhetünk. Fantasztikus. Mi kell? Mi más kell? Hideg van, látjátok? Itt nincs 36 fok. Majd nagyon jól kezd ki nézni a kolbász, és alatta ott sül a édes burgonya. Jó élet van. Hogy értékeled a kolbászt? Szerintem nagyon finomra sikerült. És jól át is van sülve. Talán lehetne kicsit zsírosabb, de amúgy... Ja, szép ropogósa. Külseje. És jó ízű a belseje. Mi más kell? És az eső még mindig esik. De ránk nem. Csak mellettünk. Lassan este 8 óra, már kezd sötétegni is. Most videózunk, de nem tudom, hogy miről. Basszony, a sátorban vagyunk. Ja. És alszunk, és én félek, hogy jön a medve. Á, nem, a Brigin nem fél. Sem hoztunk fel medvesprét. Nem hoztunk fel macisprét. Be van zárva a kocsiba? Be. De adtunk ott a macinak vacsorát, ha éhes, akkor nem minket esz meg. Hát, az életkaland meglátjuk. Ez jobb? Nem. Hol felkelünk? Vagy még ma? Ki tudja. Túléltük az éjszakát. A kis csűzhelyünk is megmaradt. Nem vitt el semmit a maci. Hogy aludtál, szívem? Háromszor keltem fel. De azt hallottam, hogy hol voltam. Egész éjjel, állandóan. Ilyenkor csöndben van. Lehet, hogy közel mentél hozzá.
Hát, nem fagy. Egyáltalán nincsen hideg. Ennyire nincsen hideg. Nincs hideg. Most látszik a leheleted? Már nem. Tehát, akkor is hideg van. Tehát nincsen hideg. Jó. De én fázom. Megesik. Szamóca. Mi van ott? Szamóca? Szamóca. De itt szamóca vagy mezei, nem tudom. Szupi. Milyen a túra, drágám? Nagyon jó. Kilátásunk nagyon szép. Gombát. Mi a téma? Gombák. Gombázunk? Gombázunk, olyan szép piros van itt, látod? De a hupikék törpikékbe a... Házaik? Aha. Aha. Mert vannak nagy gombáid, azok nem tudom milyenek. Na, azok eszik őket, azt mondtad. Jó, ezt teszi valami állat, úgyhogy nem biztos, hogy... Jó, nagy. Mérgező. Csak nem tudjuk. Nem tudom. Megesik. Esik-e biztos tudna. Hát igen. Tudja a gombát. Ja. Most, hogy már a favonal közelében vagyunk, újra megjelent a Colorado Columbine. Magyarul van annak neve? Nem tudom. Eddig nem láttunk. De most újra megjelentek. Na, ott még hó van. Kb. 3600 méternél vagyunk most. Jól látszik az eső a völgyben, ahonnan a Briggy jön. Körülöttünk esik, azért ránk még nem. De ezen a hétvégén hoztunk elég felszerelést az esőben. Szerintem. Látjátok, ide fel lehetek volna jönni autóval is, de mi? Mi nem. Le volt zárva az út. Nem volt lezárva, csak ki volt téve táblára, hogy le volt zárva az út. Hát de igen. Nincs lezárva az út. Nincs lezárva az út. És már láttunk több autóst. Hát meg van. Motorbiciklist. És van itt több jó sátorhely is. Amúgy. És nincs rajta a térképeken. Hát ilyen a kaland. Bizonyíték, hogy itt jártunk. Meg a repülőgép is. Fölöttünk. Ez a Hagerman Pass. A Continental Divide, ami egy hosszú túraút része, és ja, balra van a csendes óceán, jobbra az Atlanti óceán. És a még kicsit közelebb balra a csendes óceántól van a Briggy. Rajtunk van az esőcucc, de még nem esik, meg is van. Úgyhogy ez nem vicc. Tanulunk új dolgokat. Ahogy felérkeztünk arra a pontra, ami a keleti partot választja el a nyugati parttól, a Continental Divide Trail pontra, lett térerőm, és rájöttem, hogy az elejétől fogva teljesen rossz túraútvonalon közlekedtünk. Így sokkal nagyobb tengerszint feletti magasság különbséget tettünk meg, mint kellett volna. És túraút vonal nélkül lejöttünk olyan 200 méter tengerszint feletti magasság különbséget arra a tájra, amit fentről néztünk eddig. És mondjuk nagyon gyönyörű, de kicsit elrontottam a dolgot. A Briggy ezt hősiesen bírja. Elég meredek, nincs túraút,
Ilyen a kaland. Ott viszont a túraút már a tó másik partján. Át kell úszni a tavat, és aztán kikötünk a túraúton. Hallottad? Jó. Elkezdett esni, Briggy áttöltözik, és mi ott voltunk fent 15 perce, letúráztunk oda, és lejöttünk itt egy állatösvényen, láttunk vatapi nyomokat is, és eljöttünk szépen a tó mentén. Mindig tanulunk a kalandjainkból. Az új dolog az, hogy most már van esőnadrág is az esőkabáthoz, így tényleg nem ázunk át. Erre visz tovább a túraút, hamarosan a kocsinál leszünk. Teljesen nem tervezett túraútvonal volt, de szerintem túléljük egész jól. Visszaéltünk az autóhoz, és szembesültünk vele, hogy arra kell mennünk, amellé amúgy túráztunk, meg ugye eltévedtünk. Úgyhogy az előbb pár órája itt gyalog sétáltunk, most pedig autóval megyünk felfele. Látjátok a mai szomszédunkat. És az eső nem esik. Egyáltalán nem esik az eső. Nem esik tényleg. De most már köt sincs. Ha így haladunk, 5 perc múlva már lehet, hogy eső se lesz. Jó reggelt! Mondd ezt el a közönségnek is. Smocik vagy, mert sátorba kell aludni. Itt hallottátok először. És most elmondanád a kilátszással is? Igen, mert mindig smutig vagy, mert sátorba kell aludni. Hát jó. Most hol vagyunk? Marlborough-be. Most megint megnézni a régi malomnak a romjait, maradványait. Az a malom egész híres, sokan járnak oda lefénykép! Húha! Még korán reggel van, ez most már a harmadik napunk az úton, úgyhogy kicsit lassabbak vagyunk. A malom neve Crystal Mill, és sokan járnak oda fényképezkedni. Lefényképezni a malmot. Lefényképezkedni a malommal? Oké, olyan is van. Okay. Nincs, itt nincs térerő. Nagyon, sehol se volt térerő, ahol voltunk. Ha ide jöttök, akkor kell térkép, vagy előre elmenteni, vagy valamilyen kell, hogy legyen terv. Igen, vagy a túra során elvesztek, eltévedtek, mint mi. De mi mindig tudtuk, hogy hol vagyunk, csak azt nem tudtuk, hogy hol a túraút. Ah, igen. Tehát nem tévedtünk el, csak a túraútat nem találtuk meg. Uh-huh. Közeledünk a malom felé. Mennyi? Még 4 mérföld van? Mérföld. Ilyen úton.
De ez már hozzá vagyunk szokva. Ez elég könnyű a tegnapihoz képest, ahol 3 órát esőben rosszabb utakon tettük meg. Ami 1 óra volt. Nem tudom, 10 mérföldet tettünk meg 3 óra alatt talán. Megérkeztünk a malomhoz, ami a Crystal Mill, kristálymalom. Igen, ez egy malom a Crystal település mellett, ahol még mindig élnek, 18 darab ház van a faluban, és 15 ember lakik benne. Ide 300 méter gyalog a falucska. Ezt onnan tudom, hogy amúgy itt a idevalósi bácsival beszéltem, Aki a terület, negyedik generációs. És neki a területén fekszik ez a malom? Igen, az ő területén fekszik a malom, az út viszont az erdészeté, és ő tartja karban ezt a malmot, azért nem esett még szét. A 10 éve tettek rá egy új tetőt, és be van betonozva belülről is, meg kívülről is egy kicsit, és be van kábelozva, hogy ne essen szét. És hogyha valaki oda leszelekkel megni, hogy onnan fényképezze a malmocskák, akkor fejenként 10 dollár? Fejenként 10 dollár? Fejenként 10 dollár kell fizetni a bácsinak. Kilátás innen. Most ezen a nyáron sok eső esik, és az utakat az a vörös sár itt elöntötte, és az E70-esnek az egyik része is le van zárva. Az útlezárás miatt egy 4 órás út várjánk hazáig, aztán fele kell mennünk. És jövő hétvégén folytatjuk tovább a kalandunkat, szintén sátorozással. Sziasztok! Sziasztok!